Mindenkit sok szeretettel köszöntök, a mai alkalommal a listákkal fogunk foglalkozni. Azt nézzük meg, hogy hogyan lehet keresni, szűrni a lista elemek között, hiszen egy nagy lista eseténél nagyon gyakran szükség van rá. Ez egy olyan funkció, amelyet majdnem mindig nagyobb listáknál szükséges implementálni. Nézzük akkor meg, hogy hogyan tudjuk ezt megtenni Android rendszerben. Ma nem nullára fogjuk indítani a projektet, mert túl hosszú lenne akkor ez a videó, egy kicsit előkészítettem a munkát. Egyrészt ugye betöltöttem az új és kedvelt Genymotion nevű emulátorunkat, a másik pedig az, hogy előre betöltöttem egy projektet. Ez a Fish List projekt, a váza. Nézzük is meg, hogy mit is tud ez a kis alkalmazás. Alapvetően egy lista elemet tölt fel hallacskáknak a nevével, és ebbe tudunk keresni. Itt lehet látni az alkalmazást. Az is szépen látható, hogy ez egy jó nagy lista, rengeteg faj van benne, amelyekre ugye jó lenne rákeresni, hiszen hiába van itt ez a lista, tulajdonképpen ez így felhasználói szempontból használhatatlan, hiszen nem tudunk keresni a lista elemei között. Azaz a mai napunk fő témája a filterezés lesz, és ezt az alkalmazást fogjuk átdolgozni, átírni. Ezt egy videótutoriában már megnéztük közösen, ez a fish list névre hallgató alkalmazás volt, és ezt fogjuk ma átdolgozni. Kezdjünk is bele. Vissza a Visual studio -ban. Leállítom a program futását, és mielőtt még... A új tananyagot beszélnénk át. Ö, gyorsan tekintjük át az alkalmazásunk működését. Ugye van egy main activity, ami egy list activity jelenleg. A halacskákat azt a Fish List TXT állományból olvassuk föl. Itt látható a parzoló kód, ebben most nem megyünk bele. És a listát, ugye amiben a halak láthatóak, azt itt példányosítjuk. Ezzel a kóddal fogjuk feltölteni, átadjuk a Fish adapternek. Amit pedig beállítunk a lista adapterének, és onnantól kezdve már az ismereteink alapján el tudjuk képzelni, hogy hogy működik az alkalmazás. Semmi komoly dolog nincsen benne. Ezt fogjuk most átalakítani. Az első és legfontosabb, hogy keressük meg az adapter mappát, és ott találunk egy Fish Adapter C Ugye itt valósítottuk meg a Fish Adapter osztályunkat. Na most, ahhoz, hogy filterezni tudjunk, két dolgot kell megtennünk. Először is a fish adapternek implementálnia kell az i e filteréből, interfész, kontrollpöttje szépen a szükséges metódusokat, propertiket a Visual Studio ki fogja tölteni, nekünk csak tulajdonképpen meg kell valósítanunk a törzsét ezeknek a metódusoknak, a propertiknek. Oké, látható, hogy egyetlen egy propertit kell itt megvalósítanunk, méghozzá vissza kell dobnunk a saját filterünket. Ez a filter osztály fogja majd megvalósítani azt a logikát, ami alap fogjuk a szűrést végrehajtani. Nosza, hozzunk létre egy saját ö, ö, FISH filtert, ezt célszerű az adapter osztályba elhelyezni, hiszen az adapterhez nagyon szorosan kapcsolódó osztályról van szó. FISH ö, filter legyen a neve. Jó. És ez bizony le fog származni a filter osztályból, és ctrl pöttyel implementáljuk az abstract metódusait. Oké. Okay. Még gyorsan létrehozok egy konstruktort. Oké, okay. és akkor most elmondom a lényeget. Két ö, metódus látunk itt, amelynek a törzsét implementálnunk kell. Az első, ez a perform filtering metódus, ez fogja tulajdonképpen megvalósítani azt a, logikát, üzleti logikát, ami alapján a szűrés mi elképzeljük. tehát a szűrést itt kell megvalósítanunk, a szűrés eredményét pedig a filter rizálts objektumba kell majd becsomagolnunk, amelybe tulajdonképpen a filterezés eredményét, tehát az elemeket kell, és az elem számot kell átdobnunk. Miután ezt a rendszer meghívja. Utána jön a Publish rizálts metódusnak a lefutása, Igazándiból itt fogja megmondani a rendszer nekünk, hogy erre a kereső szóra, ugye ugyanezt olvashatjuk itt az előző metódusban is, tehát erre a kereső szóra, a kifejezésre, milyen eredmény kapunk, ugyanis itt kapjuk meg a filterizált értékét, és ez alapján szépen az adapterhez vissza kell nyúlnunk, föl kell töltenünk a listát a keresés eredményével. Hát tulajdonképpen ennyi a filterezés. Jó, akkor próbáljuk ezt megvalósítani. A fish adapter be fogjuk ezt a fish filter osztályt elkészíteni, tehát ide is írhatnám, de hogy a kódok nem mosódjanak össze, egy picikét, ezt egy kicsikét át fogom írni, public partial class lesz a fish adapter osztályunk, kimásolom ezt a kód részletet, így, oké, okay innen még levesszük az adapter nevet, ha bár igazándiból az előző a rossz, hiszen ő nem követi a mappa struktúrát, ha minden igaz, jó, megvagyunk, tehát itt van a filterünk, itt a konstruktúrába át kell majd dobnunk az adaptert, ugye van egy olyan, hogy fish adapter, adapter, itt vagyunk és akkor privát read only fish adapter adapter, oké okay. this adapter adapter tehát ö, átadtuk szépen, még meg, meg kell hívni az ősnek a konstruktorát is és szépen elkészítettük ennek a vázát. Most egy picit visszamegyek a FISH filterből, a FISH adapterhez, hiszen itt is... Ö át kell írnunk bizonyos dolgokat. Ugye először is nem elég egy item több, mert lesz egy olyan listánk, amiben az összes elem van, ez a referenciát folyamatosan meg kell tartanunk, és lesz egy olyan listánk, amelyben csak a keresésnek az eredményei ö, lesznek eltávolva. Tehát ezt innen kitörlöm, de csak eddig, mert itt pedig létre fogom hozni a fish filtert, nek a vázát. A filter, oké. Okay. filter, egyenlő, new, fish filter, átdobjuk az adaptert egy diszel. Jó, ezt most már meg tudjuk tenni. Kicsit rendezem a kódot, tehát először inkább legyen a kontextusnak az átadása, utána a filteré, és már most itt vissza is fogjuk adni ezt a filtert. Így mi a filteréből interfész meg is valósítottuk. Jó. Létrehozzuk a két listánkat. Most kivételesen nem property fogok írni. All items. Ebbe fogjuk eltárolni az összes elemet. És lesz egy olyan, hogy Match Items, hívjuk így, és ebbe pedig a találatok lesznek megtalálhatóak, és akkor már csak ezeket a listákat kell példányosítani, hogy legalábbis valahova mutassanak. Ezek ugye az All Items lesz egyenlő az items és a Match ö, Items pedig egy új listával lesz egyenlő, ami halacskákat tartalmaz, de átdobjuk neki az items listát, tehát ezzel fogjuk föltölteni. Így elkerüljük azt, hogy a két lista ugyanazon a referencián legyen, vagyis hát egymásra mutassanak. Ez azért nem jó, mert ha töröljük a match item szenemeit, akkor az old items elemei is eltűnnének ezt pedig nem szeretjük igazándiból az all items csak egy olyan referencia amely az összes elemre mutat ebből fogunk keresgélni és innentől kezdve pedig a match items-el fog dolgozni ez az adapter tehát ugye itt is egy régiót azért hozok hogy lássuk hogy itt milyen metódusok, propertiket ö, hoztunk léte is mélt, tehát ez a filter, ezzel készen vagyunk, de az adapternél ugye azért szépen lehet látni, hogy ö, van mit még kiavítanunk, ahol items van, oda be fogjuk írni a match items-et, tehát match items kijelölöm és akkor csak be fogom illeszteni. Jó, ez, áll, igen, a match, és akkor ez már item, és akkor ez már nekünk így jó is, nagyon jó. Hát, nincs más háta, ha mindenre odafigyeltem, hogy megvalósítjuk a fish filternek a törzsét. Az igazi munka most fog következni, Először is ugye a Perform filteringgel fogunk dolgozni. Létrehozunk egy filter Rizalt példányt. Ebbe fogjuk a keresés eredményeit eltárolni. Jó. Oké. Itt kapjuk meg a keresésnek a szövegét. Tehát ezzel fogunk dolgozni. If string, is null or empty, bejön a kereső kifejezés, hát önnek meg kell hívni a toString metódusát, ha ez mind oké, okay, akkor megyünk tovább, ugye, tehát valamit átadtunk, de sokszor lesz olyan, hogy a kereső mező üres, és akkor annak az else ágát pedig itt fogjuk implementálni. Jó, csak a legvégén pedig a return -nél visszadobjuk a results -t. Oké, tehát nagyjából megvan a váza a metódusunknak, most már csak a kereső kifejezés, vagy hát jobban mondva, kereső logikát kell megírnunk. Dolgozzunk stringgel, tehát hozunk létre egy stinget. neve legyen az, hogy search, kisbetűsé fogjuk alakítani ezt a kifejezést, hogy a kis és a nagybetű között ne kelljen különbséget tennünk, vagy hát mi most nem fogunk különbséget tenni. És most megfogalmazunk egy query-t. Query from item, egy elemet, in adapter, all items, ahol item, name, meghívjuk rá a túlóvert, tehát kisbetűsé alakítjuk, tartalmazza a kereső kifejezésünket úgymond, ez ugye egy true értékkel fog visszatérni, az nekünk kell, és szépen kiválasztjuk a selector ezt az itemet úgy mi. és a Visual Studio már is betöldelte ezt nekünk szépen. Nagyon jó. If query nem null, tehát valamink van, akkor szépen föl kell töltenünk a results objektumot a keresésnek az értékével. Nézzük is meg, mit tudunk neki átadni. Van egy úgynevezett values értéke, amit ö, a visszakapott elemeknek a, a listájával vagy tömbjével kellene feltöltenünk, tehát valahogyan az értékeket át kéne nekiadni, csak hogyha megfigyeljük, ez bizony egy java objectet vár. Nagyszerű. A másik egyébként, amit ki kell töltenünk, az egy count. Ezzel nincs gond, mert ez egy int. Na most, hát hogy lesz a mi c listánkból, fish elemeket tartalmazó listánkból egy java object, és ezt hogy fogjuk majd a másik oldalon visszalakítani. Erre kell most nekünk valami megoldást találnunk, és erre mondjuk az egyik lehetőségünk, amit én szoktam alkalmazni, hogy létehozunk egy wrapper objektumot, amelybe becsomagoljuk majd a szísápos objektumainkat, Adjunk a projekthez egy új mappát, helper legyen a neve, adjunk hozzá egy új ö, osztályt, mondjuk legyen a neve most az, hogy Java Oké. Okay. Generikus lesz, és le fog számazni a Java neng object-ből. Oké, okay és oké. Okay. Privát T value. Csinálunk neki egy konstruktort, ahol beledobjuk az értéket. Igazándibor ez már nem Android, hanem igazándibor ez tipikusan egy szamarinos specialitás. Hát ezek azok a részek, amikor körbe udvaroljuk a rendszert, csak hogy működéssel bírjuk ezt a keresztplatformos formos fémvölköt, de még mindig megéri, mint külön lefejleszteni az applikációkat az egyes platformokra. Persze, akinek sok ideje van, és szereti, és bírja azoknak, pedig azt kívánom, hogy hajrá. A többieknek pedig itt van egy alternatív, amit úgy hívunk, hogy szamarin, de ez egy szamarin speciális kódrészlet, hogy a c és a Java objektek között az átjárhatóságot meg tudjuk valósítani. Oké, hát itt látható a lényeg. így mi talán még szebben látható, létrehoztunk egy Java objektumot, amelybe bármilyen c objektet tudunk belelakni, majd a value-val visszolvasni. Oké okay és oké, okay. mert akkor most már be tudjuk csomagolni az objektumokat, most már csak át is kell őket majd alakítani, ezt célszerű megírni egy metódusba, mert többször föl fogjuk használni, ide legalúra fogom elhelyezni ezt a privát metódust, amely azt fogja tenni, hogy a c listákat át fogja alakítani ö, Java objektumokat tartalmazó tömbé. Privát Java Lang Object tömb, ezzel fog visszatérni, és akkor set Java object, legyen ez a neve, átdobunk nekik egy ílist fish elemet tartozó listát, tehát a ílist interfész megvalósító gyűjteményeket át tudjuk majd adni ennek a metódusnak. Itt létehozzuk először az objektumokat. Kicsit ánagyítunk. a tömb mérete egyenlő lesz a, bocsánat, a tömb mérete egyenlő lesz a lista kontjával. Végig megyünk egy for ciklussal a listán. Jó, és most az objects ijedik elemét föl fogjuk tölteni egy new Java OBJ osztályal igen, csak a generikussal, így átdobjuk a listából is az ijedik elemet, oké, okay. és akkor már csak a névteret kell majd behúznunk, hogy listfilter helper. Oké, okay, és a legvégén visszatérünk a objecten. Most amit még itt célszerű megtennünk, hogy a zizálcot is átadjuk ennek a metódusnak, és akkor ő majd ö, nem is ö, a java objektumokkal fog visszatérni, hanem igazándi bor csak a zizálcot tölti be, tehát át fogjuk alakítani ezt a metódust már is, ez egy új gondolat, a jövőnek ö, ö, szól igazándiból, azt mondja, ö, hogy filter firtel, zizált, zizált. Oké, okay. innen már ki is vehetjük, mi pedig azt mondjuk, hogy void hiszen nem az elemeket ő fogunk visszatérni, hanem itt fogjuk beállítani, és azt mondjuk, hogy result, values, egyenlő object, és result, values, egyenlő object, és length. Oké. Okay. És akkor ez pedig legyen az, hogy set filter result Hát ez itt, ahogyan írtam a metódust, úgy alakult ki bennem, hogy talán ez így jobb lesz, könnyebben tudjuk a kódot újra hasznosítani. Majd mindjárt meg is mutatom, hogy miért gondolom ezt. Ugye egyrészt itt kell beállítani az eredményeket, hogy set, filter results, átadjuk neki az izácot, valamint most jön a trükk, query, turist. Tehát most lesz ugye a lekérdezésből egy lista. Igen, hát erre nem figyeltem, bocsánat, és akkor nem jó sorrendbe adtam meg. És most jön a másik, ami miatt talán ez a kód jobb, hogy itt az ELSZ ágba, amikor ugye a kereső kifejezés üres, akkor mit is kéne tennünk? Azt, hogy az összes elemet jelenítse meg a listview, tehát az all itemet kell kiküldenünk, tehát a match items egyelő lesz az all items -el. És ezt úgy tudjuk megtenni, hogy ezt a kódot egyszerűen innen lemásoljuk, és ide az adapternek nek az all item-ét fogjuk betenni. Nagyszerű. Edig is készültünk a Perform Filtering metódusunkkal. Tehát ezt a metódust fogja meghívni a rendszer filterezéskor, át tudjuk adni a kereső kifejezést, a keresés eredményét pedig egy filterizázba adjuk vissza, aminek van egy values és egy count property, azt kell beállítani, és szépen ezzel az objektummal fogjuk majd Tudatni a rendszerrel, hogy az adott kereső kifejezése milyen keresési eredményt tudunk nyújtani vagy adni. Na, akkor nézzük meg a Publish Rizácz, tehát amikor az adott kereső kifejezése megkapja a rendszer a Filter értéket. Ezt kell nekünk most még megírnunk. Oké. Okay. Először is célszerű ilyenkor az adapternek a match items lista elemét törölni. Jó? Tehát egy új keresési eredmény érkezik, a meglévőt azt töröljük. Ezután nézzük meg, hogy a keresési eredmény, ugye a count beállítás ezért fontos, ha nem egyenlő nullával, akkor érdemes tovább mennünk, jó? És azt mondja, hogy itt ki kell szednünk a results values property property az értékeket. vál object, ugye ezek java objektumok lesznek, egyenlő results values, és akkor ezt még én kasztolni fogom, ugye, egy java lang, object tömbé, mert tudom, hogy ez egy tömb. Nem egy sima objektum, hanem egy tömb. Ezután végig megyek a tömbnek az elemein, és kifogom szedni az én színsápos objektumaimat a Java objectből. Na hát, remélem ez azért követhető lesz. Tehát... Vegyük ki először az elemet. Ugye azt mondja, hogy van egy Object, annak egy iedik eleme. Na most, ez az iedik elem nem más, tehát kasztolni kell egy java OB generikusra, aminek a típusa az, hogy fish. Jó. Miután ezt szépen kasztoltuk, elérjük a value értékét, és itt most már lehet látni, hogy szépen itt van a mi kis halacska objektumunk, megvan a value, és nincsen más háta, mint ezt szépen átdobni a this, ugye az adapter, match iteméhez, ugye hozzá kell adni az, az add metódussal. Belemásoljuk, lezárjuk. Tadám, mindjárt készen is vagyunk, és a legvégén akármi is van, akkor értesítenünk kell az adaptert a Notify Dataset change del hogy bizony az adatforrás megváltozott, öreg frissítsed a listát. This adapter Notify Dataset Changed. Oké, okay. megvagyunk. És ha minden igaz, akkor készen is van a fish listánk. Le is mentem. El kell készítenünk még ugye a UI-t, ami meg fogja jeleníteni a felületet, a halacskás felületet, azzal a kiegészítéssel, hogy egy keresőmezőt mezőt is el fogunk most rajta helyezni. Jó, rendben van, nézzük meg a forrást. Van egy dináléja út, az nekünk meg is felel. Akkor helyezzünk el benne egy Edit Textet, azt mondja, hogy Plain text Text. Megfogjuk, ráhúzzuk. Forrásban van, itt van az Edit Text. Oké, okay. majd még az azonosítókkal be fogjuk írni, és akkor kell még nekünk egy List View, ez is megvan, őt pedig ide fogjuk. Elhelyezni. Oké, okay, és oké, okay. akkor nézzük meg, azt mondja, hogy Edit Text, match parent, web content, ez jó. Az azonosítója legyen az hogy Search. Tehát ugye itt fogunk keresni. Ezután jön a List View. Match parent. legyen ez is matchparent. És akkor azt mondjuk, hogy ennek a neve legyen az, hogy list. Jó. Oké. Okay. Majd meglátjuk, hogy ez hogy fog működni. Menjünk át a main activity-be, és akkor itt van még bizony egy kis munkánk. Az első és a legfontosabb, hogy nem egy list activity-vel dolgozunk, hanem egy sima activity-vel. Át kell dobnunk a set content view, resource, layout, main, oké, okay és oké. Okay. Nyomok egy buildet, hogy, az ID-k Itt ki is törölhetjük ezt a kódrészt, és a következőket kell tennünk. Először is ugye ki fogjuk keresni a list view-t, Find view by ID list view. Oké, okay, megvan a listánk. A másik az egy edit text lesz. search, megvannak a elemek, létrehozzuk a fish adaptert, átdobjuk neki ezt az activity meg a halacskákat, amiket ugye már föltöltöttünk, a fishes tömböt, bállítjuk a list view Adapterét, ez a legfontosabb. Jó. És akkor most jön a lényeg, hogy életre kelljen a művünk. Edit text. Text changed. Adapter, Filter, Invoke, Filter, Edit, Text, és Text. Jó, nézzünk egy fordítás. Hát elvileg elvileg úgy néz ki, hogy minden stimmel, de majd a végén fogjuk ezt meglátni. Jó. Itt is vagyunk, itt a listánk, itt az Edit Text, és beírom azt, hogy pont, és valami hibát ö, követtünk el, hiszen ha kitörlöm, sem ö, jön vissza az elem. Keressük meg a hibát. Valószínűleg itt a filterben lesz, azt mondja, hogy igen, itt van egy felkiáltójel, hiszen ha nem üres, akkor kell lefutnia, és akkor még azért nézzük át, hoppá, a values, itt nem jó, mert ide jön a count, és így mindig azt hiszi, hogy nulla. Na, nézzük meg most, hogy lefut -e az alkalmazásunk. Deploy, succeed, oké, okay, itt a listánk, és beírjuk azt, hogy Pont, most már valami szűrés van, pont, hogyni, hoppá, Hogyni és akkor fogas, pont, pont, lazat, pont lazat, jó, akkor így az összes P betű, olyan szó, amiben benne van a P, mint karakter, így az összes, beírjuk azt, hogy csuka, akkor azt mondja, hogy csíkos csuka, csuka, félcsőrös csuka, oké, működik szépen keszeg. Megkapjuk a keszegeket. A múl... Amúl gép, fekete amul, Tehát már is látható, hogy a filterezés segítségével egy sokkal-de sokkal, de sokkal ö, ö, használhatóbb felületet, alkalmazás funkciót hoztunk létre, hiszen több mint 500 halfajnak a, a listája látható itt, és szépen ö, rá kell tudnunk ö, szűrnünk, hogyha egy adott ö, ö, csoportot szeretnénk csak látni, mondjuk az, hogy ugye van olyan, hogy citrom lazac, de hányféle lazac van, akkor beírjuk azt, hogy lazac, és szépen akkor csak a lazacokat látjuk, abból is van jó pár, tehát azért lehetne még ezt a szűzést cifrázni, de azt gondolom, hogy a filterezésnek a lényegét az szépen sikerült bemutatnom. Köszönöm szépen a kitartó és megtisztelő figyelmet, legközelebb innen folytatjuk.